Zenés műsor fogadta a majdányi kultúrotthonban összegyűlt kicsiket és nagyokat. Fábri Ivánovics Tünde ismert dalokat énekelt, akit férje Fábri Géza kobozon kísért. A magyar népzene az nagyon nagy érték, mert megmaradt ilyen formában, és ahogy mi ezt tolmácsoljuk és közvetítjük, az nyilván átjön belőle a századoknak a hangulata, a népi éneklés, a népi mesterségtudás, hangszertudásnak és a gyönyörű gazdag dallamok világa. Az alig 200 fős magyar faluban nagyon kevés a művelődési program. Mihó Kucora Eszter, a helyi Vadvirágok Művelődési Egyesület elnökeként és a Magyar Összefogás jelöltjeként ezen szeretne változtatni. Többek között a civil szervezetünk, illetve a helyi közösség is mennyi erőfeszítést tett azért, hogy a közösség iránti elkötelezettségtől vezérelve Majdány Rábi, illetve Oroszlámos is felkelüljön arra a képzeletbeli térképre, ami ugye a kulturális, illetve művelődési oktatási rendezvényeket jegyzik. Nagyon fontos az, hogy a különböző rendezvényeken keresztül, a különböző támogatási rendszereken keresztül meg tudjuk tartani azokat a közösségeket, amelyek itt vannak például Majdányon és Rábin a szerb-magyar-román határon. Pásztor István mindig örömmel látogat el Majdányra. A VMS elnöke büszke rá, hogy a nehéz körülmények mellett is van még élet a faluban. Én innen származok, én ebből a faluból származok, és én erre a teremre, erre a közegre, az utcára, a környékre másképp is emlékszem abból az időből, amikor mondjuk én gyerek voltam, és amikor többen laktak itt, amikor ez a falu másképp nézett ki, amikor lehet, hogy mindannyian azt gondoltuk, hogy ebben másfajta perspektíva van, mint amit az elmúlt évtizedek bebizonyítottak. A legkisebbeknek Kis Ágnes, a Barboncás Társulat tagja interaktív bábjátékot tartott. Odaültünk, beszélgettünk, meg a katonákat masíroztak, kártyáztunk a királynővel. Ki kellett szállni a királynőből az ördögöt, és oda ment egy ilyen legény, és mondta az ördögnek, hogy jöjjön ki, és kijött. A magyar összefogás kiemelt kérdésként kezeli a szorvány magyarság támogatását. A legfontosabb céljuk a Magyar Nemzeti Tanács 4 éve megkezdett munkájának folytatása. Többek között a magyar kultúra támogatása és ápolása.